Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Tihanyból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én újra itt vagyok Tihanyban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Nos, lányok és fiúk, akkor én majd a továbbiakban arra felé fogom folytatni az én kis sétámat, tehát én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én itt vagyok Tihanyban, természetesen, a belső tónak a partjánál vagyok tulajdonképpen. Na, jányok és fiúk, és így néz ki a közvetlen környezet. És én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, de nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. És így néz ki a közvetlen környezet. És ott a háttérben pedig maga Tihany látható, tehát ott látható maga Tihany, illetve maga Tihany a település, az konkrétan ott látható a háttérben. Íme, lányok és fiúk, így néz ki. És itt a nádas mögött pedig, itt van a Tihanyi belső tó, tehát itt van a nádas mögött a Tihanyi belső tó, és az a hegycsúcs, ami ott látható, tehát az ott, az pedig ott a kiserdő csúcs, ami a belső tónak a túlsó partján van, konkrétan. És akkor így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, íme. És akkor én haladok tovább ebben a sétával, méghozzá arra felé folytatom tovább az én kis sétámat. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor haladok is tovább. Amúgy ott a háttérben, ott van egy szürke marha gulya, ami konkrétan 6 darab szürke marhából áll, tehát ott van a háttérben, ott látható. És amúgy így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Íme. És ott szemben pedig, ahogy mondottam a előzőjekben, tehát az a hegytető, vagyis az a dombot szembe, az ott a kiserdő csúcs. Tehát az ott a kiserdő csúcs. És így néz ki a közvetlen környezet. És ott a háttérben természetesen Tihany látható, maga a település. Tehát az ott maga Tihany, maga a település. És így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát ugye, ahogy már mondottam a ezt megelőző videómban, Tihany nekem tulajdonképpen egy örök szerelem. És akkor megmutatom közelebbről néktek ezt a szürke marha gulyát. Csak megvártam, amíg a turisták elhaladnak onnan. Mert nyilván nem egyedül vagyok itten, hisz ugye Tihany az nem csak az én szívem csücske szerintem, hanem sokunkért még, sok más embernek is a szíve csücske szerintem Tihany, nem csak az enyémé. Na, jányok és fiúk, és akkor egy kicsit megmutatom nektek közelebbről ezt a
szürke marha gulyát, ami egyébként 6 darab egyedből áll. Tehát ez 6 darab egyed. Így megmutatom néktek közelebbről. De most egy kicsit el is hallgatok, mert nem akarom felingerelni őket. És ott a háttérben pedig a tihanyi belső tó látható. Tehát ott maga a tihanyi belső tó látható ott a háttérben, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Ezt nézzétek, tök szép. Amúgy itt van a tihanynak a hajdani focipályája. Valamikor ez volt tihanynak a focipályája, de manapság ezt már arra nem használják, hiszen épült egy műfüves új pálya a falunak a északi végében. Azt is megmutattam a valamelyik tegnapi videómban. Nézzétek meg a tegnapi videókat is, köszönöm szépen. És akkor itt van a szürke marha gulya, ami, ahogy mondottam, 6 egyedből áll. Tehát ott van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát azt, ahogy mondottam, ugye 6 egyedből áll ez a szürke marha gulya, ami itt látható ezen a felvételem. Íme. És az egyiknek egész jó véleménye van a videómról, maradjunk ennyiben. Tök vicces volt ez most. Na, jányok és fiúk. Szóval itt van maga a szürke marha gulya, ami 6 egyedből áll. És akkor haladok tovább én ebben a sétában, mert közben haladnom is kéne, mert abban, hogy itt most mindig megállok minden méter után, hát abban akkor az életben nem fogok végére érni ennek a mai sétának. Ám bár még nincs is komplet elképzelésem, hogy merre is fogok én haladni ezen a vasárnapi napon, hát ezt még el kell döntenem, maradjunk ennyiben. Na, jányok és fiúk, és akkor itt szépen haladok tovább, tehát folytatom tovább a én kis sétámat itt a tihanyi félszigeten. Hát a táj az természetesen az pazar, tehát gyönyörű, tehát maga a táj az pazar, illetve gyönyörű, ahogy látható ezen a felvételen, és ugye ott látható a belső tó, tehát ott látható maga a tihanyi belső tó, a tó túloldalán pedig a kis erdő tető látható. És akkor haladok tovább. Na, jányok és fiúk, kedves nézőim, akkor folytatom tovább a én kis sétámat itt a tihanyi félszigeten. Amúgy ez egy teljesen kötetlen séta, tehát semmi terv nincs ebben kapcsolatban, csak konkrétan megindultam és ennyi. Hiszen ez is csak egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. És akkor szépen haladok előrefelé ebből a sétával, ahogy látható ezen a felvételen.
Tehát folytatom tovább a én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Na, jányok és fiúk, és akkor haladok. Hát, ahogy mondottam, még elképzelésem nincsen a mai útvonallal kapcsolatban. Tehát ez majd teljesen random fog majd jönni, hogy végül is hova fogok kijutni, vagy eljutni, mert tényleg komplet elképzelésem nincs erről, konkrétan. Na, jányok és fiúk, egy biztos, hogy ragyogó napsütéses időnk van, hála Istennek. Imádom a nyarat, mert tényleg imádom a nyarat. És ilyenkor jobban is szeretek videózni, az igazat megvalva, ilyenkor nyáron. Főleg amikor ilyen hűvöskés szél is fúj, mert ez ugye, ez most a szél, ez most tök jó is esik, hogy most ez így fújdogál. Ilyen kellemes, hűvös, északi, északkeleti szél fúj. Itt Tihany környékén, illetve itt Tihanyban, de szerintem a környéken is, nem csak itt Tihanyban. Hát ilyen kellemes északkeleti széljárás van. Na, jányok és fiúk, és akkor haladok tovább én ebben a sétával, ahogy látható ezen a felvételen. És Tihanyt ugye imádom, tehát ezt már elmondtam már rengetegszer, rengeteg videómban, főleg olyan videóban, amelyeket itt készítettem Tihanyban, hogy én Tihany nekem a első helyen van, tehát number one konkrétan, nálam Tihany, tehát best of egy, nekem konkrétan maga Tihany, úgy ahogy van, tokkal vonóval. Na, jányok és fiúk, akkor haladjunk tovább, illetve kedves nézőim! És akkor egy kis körültekintés, hogy ne csak a süket dumámat hallgassátok, így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És ott a háttérben természetesen még mindig Tihany látható. Tehát ott még mindig Tihany látható a háttérben, maga a település. Tehát íme, ott van a háttérben maga Tihany. És én meg konkrétan most ugye abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök, tehát konkrétan onnan. És így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Imádom Tihany, gyerekek, egyszerűen ezt imádom. Szeretem, nagyon szeressem. És így néz ki a közvetlen környezet. Ugye kis erdőcsúcs, illetve itt lenne a Laposban, tehát itt lenne a Laposban maga a Tihanyi belső tó látható, itt a Laposba bent. Na, lányok és fiúk, akkor haladok tovább. Folytatom tovább a én kis sétámat. Itt a Tihanyi félszigeten. Kedvenc kirándulóhelyem, mondhatni. Kedvenc kirándulóhelyem nekem Tihany. Akkor itt szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát errefelé már nem nagyon fogok emberekkel találkozni, tehát ugye Tihanyt magát, a települést magam mögött hagytam, még éppen időben, mert vasárnap van, hát szerintem egy pár óra múlva, egy-két óra múlva Tihanyban bent a községben olyan tömeg lesz, hogy iszonyat, hogy majd mozdulni nem lehet. Hát addigra én már hetet hét határon túl fogok járni. Na, jányok és fiúk, a lényeg az, hogy ezt az egész sétát tulajdonképpen Tihanyból indítottam az apátság mellől, az ezt megelőző videómban. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt konkrétan miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót. Köszönöm szépen! Akkor szépen haladok előrefelé, folytatván a én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Hát ugye az utóbbi időkben rengeteg vonatos videót készítettem az utóbbi időkben. Hogyha körülnéztek a csatornámon, akkor láthassátok, hogy az utóbbi
durván egy hónapban, tehát rengeteg vonatos videót készítettem, így hát időszerűnek éreztem azt, hogy készítsek sétálós videót is, tehát ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót is, mert ilyen már eléggé régen volt. Így hát időszerűnek éreztem azt, hogy újra jelentkezzek egy ilyen újabb sétálós videókkal, hisz az utóbbi időkben tényleg rengeteg vonatos videót csináltam, és úgy érzem, hogy a nézőimet, tehát benneteket nem is annyira inkább a vonatos videók érdekelnek, mondom engemet igen, természetesen, mert ugye imádom a vasutat, meg a vasparipákat, tehát imádom, de hát ugye ez az én saját privát dolgom, és akkor és a nézettségekből veszem észre leginkább, tehát a nézettségekből veszem észre, illetve az összesítésből, hogy tényleg a sétálós videókat, mintha kicsit jobban kedvelnétek, mint a vonatos videókat. Nyilván vannak a nézőim között olyanok, akik imádják a vonatokat, meg nézik is a vonatos videóimat, mert azért van rajtuk, ha nem is nagy nézettség, de van rajtuk. Hát nem, mintha az én csatornámon olyan baromi nagy nézettség lenne, de az én csatornámon aztán tényleg nagyon alacsony a nézettség, de hát nem is azért csinálom, mert nem. Ezért én nekem nem fizetnek semmit konkrétan, hisz nekem ez a továbbiabban is csak egy hobbi, ez a videózás, szabadidei elfoglaltság, illetve hobbi nekem a továbbiakban is, ez a videózás. Na, jányok és fiúk, akkor haladok tovább. Amúgy a környezet az pompásan néz ki. Ezt nézzétek, tök jó. Tök jó néz ki a környék. Tetszik, nagyon ott van. Akkor haladok tovább. Hát itt most keresztül vágunk. Úgy gyerekek, imádom ezt a vidéket. Imádom Tihanyt, úgy ahogy van. Hú, gyerekek, nagyon szép időnk van. Kedves nézőim, nagyon szép időnk van, imádom. Szeressem időjárás van. Én tényleg szeretem ezt az időjárást. És akkor egy kis körültekintés. Íme, így néz ki a közvetlen környezet. Csodálatosan szép. Ott a háttérben természetesen még mindig tihany látható. Tehát ott a háttérben még természetesen mindig tihany látható, maga a település. És így néz ki a környezet. Én ugye onnan jövök, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Imádási van, gyerekek, imádási. Konkrétan imádási van. Haladok tovább ebben a sétával, itt a Tihanyi félszigeten. Nagyon szeretem Tihany, gyerekek, de hát ezt nem győzöm hangsúlyozni. Hú, és tök jó idő van, ilyen kimondott kirándulós, túrázós időnk van. Ahogy látható ezen a felvételen, hát láthassátok, hogy ragyogó kék-ég volt konkrétan, tehát tényleg ragyogó kék-ég volt. A legjobb sétálós, kirándulós, túrázós időnk van. És akkor haladok tovább. Imádom ezt a vidéket, gyerekek. Imádom.
Kedves nézőim, szeretem ezt a vidéket. Gondolom ti is szeretitek Tihanyt, mert nyilván van a nézőim között jócskán olyan, aki szerintem ugyanúgy van Tihannyal, mint én, hogy egyszerűen imádja. Hát én biztos, tehát ez én fixen, tehát én azt mondom, hogy nekem Tihany az tényleg a úgymond szívem csücske. Pedig hát 4 éve kezdtem el ugye ezt az egész videózást, tehát 4 évvel ezelőtt kezdtem el ezt az egész videózást. Ugye 2019-ben már ugye jártam akkor is itt Tihanyban, és akkor is készültek videók. Hát igen, tehát már 2019-ben is jártam itt Tihanyban, meg hát azóta már rengetegszer voltam itt, csomó alkalommal, tehát nem tudnám megszámolni az ujjaimon, hogy hányszor voltam már itt Tihanyban. Hát maradjunk annyiban, hogy baromi sokszor, tehát iszonyú sokszor voltam már itt Tihanyban, és természetesen minden évszakban, tehát nem csak ilyenkor nyáron, hanem voltam én itt tavasszal, ősszel, meg télen is konkrétan, itt a Tihanyi félszigeten. Tehát én valójában minden évszakban már voltam itt Tihanyban, mert tényleg minden évszakban, hogy ez lehet tavasz, lehet nyár, lehet ősz, lehet tél, tehát én már mind a 4 évszakban jártam itt Tihanyban, és mind a 4 évszakban Tihany szeretni, lehet Tihanyt szeretni, tehát mind a 4 évszakban lehet Tihanyt szeretni, ezt én bátran kimerem jelenteni, hiszen én tényleg, ha valaki, én tényleg már mind a 4 évszakban jártam itt Tihanyban. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És ott a háttérben természetesen Tihany látható, maga a település, tehát ott a háttérben, ott konkrétan Tihany látható, és ez a vízfelület, ami itt látszik, amit kisejlik itt a laposban, ez pedig a Tihanyi belső tó. Imádom, gyerekek, imádom. Imádom Tihanyt, egyszerűen ez megúhatatlan. Tehát tényleg Tihany maga a csoda, maga a mese tulajdonképpen, és tényleg gyerekek, Tihany részem, tehát ezt én meg tudom nektek mondani, én, aki tényleg elég gyakran jár itten, hogy Tihany egyszerűen megunhatatlan, tehát megunhatatlan Tihany, gyerekek, ez így van, és ez tény. És ezt én kimerem bátran jelenteni, hiszen én már tényleg rengetegszer voltam itt, rengeteg alkalommal, és szinte minden egyes évszakban jártam már itt Tihanyban, tehát jártam itt télen, tavasszal, nyáron, őszön, tehát mindig szép Tihany, és mindig tud valami újat mutatni. Legalábbis én ezt tapasztalom. Hát nyilván ízlések és pofonok, de szerintem ebben a többségünk így van. Na, jányok és fiúk, akkor ott a háttérben természetesen Tihany látható, illetve itt a laposban maga a Tihanyi belső tó látható, és így néz ki a közvetlen környezet. Imádási van, maradjunk ennyiben, és itt pedig látható 2 pad. Na, lányok és fiúk, akkor haladok tovább, természetesen ebből a sétával, itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is, hogyha úgy gondoljátok. Akkor szépen haladok előrefelé. Közben hallom, hogy a kakukk valahol kakukkol.
Hogy gyerekek, ez csodálatosan szép, ezt nézzétek. Fantasztikus ez a látvány. Hát gyerekek, tényleg tihannyal nem tudok betelni. Ez az igazság, mert tényleg nem tudok betelni tihannyal. Tihannyal annyira csodálatos, és annyira szép, és annyira egyedi, hogy eszméletlen. Tehát nem tudok betelni tihannyal. Akárhányszor jövök ide, egyszerűen nem tudom megunni tihanyt. Mert egyszerűen láthassátok, gyönyörű. Gyönyörű. Nagyon szép gyerekek, tihany imádási van minden mennyiségben. Fantasztikus. Na de haladjak is tovább, mert tényleg itten mindjárt magam alá élvezek a gyönyörtől. Bocsi a kifejezésé. Na, jányok és fiúk, akkor haladok tovább. Ahogy látható ezen a felvételen. És ahogy baromira süt a nap, nem mellesleg. Még ez már a karomon is jól látszik, hogy baromira süt a nap. Mert igen, már csak kezdő vörös színe lenni. De bánja a fene. Egye meg a fene, hogy legyen vörös a karom a napsütéstől. Egye meg a fene. Na, jányok és fiúk, haladjak tovább. És itt nem sokára, szerintem felkanyarodok balra, és elköszönök ettől a szép látványtól, amit tőlem jobb kézre van most még, mert itt én most fel fogok kanyarodni bal kéz felé. Ettől a szép látványtól szerintem most el is fogok köszönni. Ezt még természetesen megmutatom nektek, hát miért is ne? Hát íme, lányok és fiúk, íme, hát most ott van ugye tihany, ez a vízfelület, ami pedig itt látható, ez pedig a tihanyi belső tó. És így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát arról jövök, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Amúgy arrafelé van az aranyház, tehát igen, arrafelé van az aranyház, tehát abban az irányban van az aranyház. És így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Csodálatosan szép. Ezt nézzétek, milyen szép. És ez pedig itt ugye a Laposban a tihanyi belső tó. Ott a háttérben természetesen tihany látható, de most el is köszönök ettől a szép látványtól, mert itt most szépen fölkanyarodok balra, tehát a további, még mehetnénk arra is éppen, mert mehetnénk éppen arra felé is, mert konkrétan mehetnénk arra felé is, de inkább itt elkanyarodok balra, így né, szépen balra is kanyarodok, és akkor haladok tovább ebben a sétával, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat. Itt a tihanyi félszigetem. És akkor itt jön egy kis emelkedő. Na, jányok és fiúk, akkor haladok tovább ebből a sétával, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat, itt a tihanyi félszigeten. Hú! Na, itt is vannak jószágok, tehát itt is vannak szarvasmarhák. Hú! Na, gyerekek,
Ezt nézzétek! Nagyon szép ez a vidék! Fantasztikus! Csodálatos! És így néz ki a közvetlen környezet. Ott látható a belső tó. Én most konkrétan ugye abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. És így néz ki a közvetlen környezet. És én a továbbiabban arra felé folytatom tovább a sétámat. Tartsatok velem a továbbiabban is. Ám bár, folytathatom konkrétan arra felé is. Inkább erre felé folytatom az én kis sétámat. Mert erre felé is folytathatom akár. Mert ez tudom, hogy nem magánút. Hisz már rengetegszer jártam itt Tihanyban. És ugye ismerem egész jó magát a félszigetet. Hát itt is van némi jószág. Ugye ő itt egy tehén. Ő ott egy másik tehén. Tehát ezek itt a tehenek. Tehát két tehén látható a felvételen. Azt most ne kérdezzétek, hogy mi a fajtájuk, mert nem tudom. Tehát ennek a fajtának nem tudom mi a fajtája. Mi a helyes megnevezése a fajtájának. Hát maradjunk annyiba, hogy nekem tehén, mert tehén. Na, most ezt nem lehet másképp fogalmazni. Hát így néz ki, ez a két szép jószág. Amúgy mind a kettő tehén. Konkrétan, tehát nagyon szépek. Fantasztikusak. Na de, haladjak is tovább, lányok és fiúk. Folytatom tovább a én kis sétámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Hát remélem, hogy nem magánútra tévedtem. Magábbis merem remélni, hogy nem magánútra tévedtem. Hát nem tudom. Minden esetre érdekes. Nem tudom. Na, jányok és fiúk, és akkor ott a háttérben már látható, ugye, Csúcshegy, Nyerekhegy, illetve az Apáthegy látható már ott a háttérben. Ahogy látható ezen a felvételen. Közben ő is beleszól. Ő is beleszól. Na, jányok és fiúk, úgy látom, hogy nem magánúton vagyok, hanem szépen haladok ki a szőlők felé. Pedig azt hiszem, hogy betévedtem egy magánútra, de nem. Nem szépen haladok ki a szőlők irányába. És akkor folytatom a én kis sétámat tulajdonképpen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És itt van a teheneknek a istálójuk. Hát itt látható. Hát itt. Fából van összetákolva. Íme, itt látható. Hogy látható ezen a felvételen. Itt van a itatókádjuk, és van itt rengeteg vizes balon. Na, jányok és fiúk, haladjak tovább. És kijöttünk ide a szőlők közé. Tehát konkrétan kijöttem a szőlők közé tulajdonképpen. És lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Tihanyból. Sziasztok! És én a továbbiabban arrafelé fogom folytatni a sétámat, de ez majd egy következő videó témája lesz, hiszen ezt a videót én itt és most lezárom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Tihanyból. Sziasztok!